Szomorú látvány, egy mezőnyi veszteglő kamion. Budaörs határában állnak az egyik legnagyobb fuvarozó cég munkanélkül maradt járművei. Közleményük szerint a flottájuk 30%-át kellett leállítaniuk. Több munkatársukat fizetés nélküli szabadságra küldték, mások kevesebbet dolgoznak kevesebb pénzért. Hogy pontosan hány dolgozót kellett elbocsátaniuk, arra nem válaszoltak. Bernát Katalin tegnap mutattuk be a híradóban. Múlt héten hívták fel, hogy elbocsátják. Többször kijelentették ez idő alatt, mert március 18-tól bezártunk, hogy senkit nem fognak elbocsájtani. Ennek ellenére engem és illetve még egy kolléganőmet is elbocsájtották sajnos. Ő még nincs benne a hivatalos statisztikai adatokban. A KSH szerint 56 ezerrel nőtt az állásukat elvesztők száma. Márciusban több mint 220 ezeren voltak munkanélkül. A portfólió elemzője azt mondja, heteken belül akár 10% körül is lehet a munkanélküliségi ráta, ami 400 ezer embert jelent. Arra egyáltalán nem lehet számítani, hogy akik most elveszítették az állásukat, azok 10 000-rel találnának munkát az előttünk álló időszakban. Tehát a munkanélküliségi ráta valamelyest magasabb szinten való stabilizálódásával számolni kell. A miniszterelnök tegnap a parlamentben azt mondta, egyetlen forgatókönyvük van a munkanélküliség megoldására. Akinek nincs munkája, és kiment alól a munkanélküli segély, annak munka lehetőséget fogunk teremteni, vagy a piacon, vagy pedig az állami szférában. Ezt az üzenetet terjesztik a közösségi oldalakon is. A pénzügyminiszter is megosztotta, de hogy ez pontosan mit jelent, nem derült ki. Az államtitkár sem mondott újdonságot az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Aki a járvány okozta válság miatt elveszíti a munkáját, az legkésőbb 3 hónap elteltével újra munkát fog kapni. Ebben fogjuk támogatni a cégeket, és ha kell, akkor az állam fog munkát kínálni a dolgozni akaróknak. Az MSZP attól tart, hogy óriási közmunkaprogramban gondolkodik a kormány, ami szerintük azért sem jó megoldás, mert most képzett, jól kereső dolgozók is elvesztették az állásukat. 250 ezer forint körül kereső szakmunkás, aki mondjuk az acéliparban, gépgyártásban helyezkedett el, az nettó 70 ezer forint körül keresne majd közmunkában. Azt gondoljuk, hogy nem ez a megoldás. Az Innovációs Minisztérium híradónknak azt írta, a kidolgozás alatt álló újabb intézkedések nem a közfoglalkoztatottak számának növelését célozzák, de részleteket nem árultak el.